Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel, a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunotrade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Barta Tusek Nibolya vagyok, PPH igazgatója. Barta Tusek János vagyok, PPH igazgató. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és boldogság specialista a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mestercoach, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával. Feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van, két fiú gyermeket neveltek föl. 87 óta foglalkozik emberekkel, 91-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 93-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 96-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezett piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Az emberek felé teljesített szolgálat az egyik alapeszméje az életének. Tehát, hogy fontosabb a többség, mint az ő maga céljai. Ő egy olyan ember, aki még képes feltétel nélkül hinni az emberek jóságában és fejlődési képességében, és hatalmas ambíciói vannak. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Többek között kapcsolatot tart a fentiekkel. Nincs félelme, kétsége vagy kifogása, ami megállíthatná őt, hogy bármit elérjen az életben, amire vágyik. Teremtő erő egyik erőssége. Egy potenciális erőforrás a benne rejlő teremtő erő. A teremtő erő nem azt jelenti, hogy egy csettintésre minden erőfeszítés nélkül történnek meg a dolgok az életében. A teremtés azt jelenti, hogy a gondolatait kitartó munkával és befektetett erővel képes valósággá változtatni. Ez az erő ott van a kezében, és valóban használja is. Meghatározó része az életének a spiritualitás, amit minden élő és létező dolog mögött felfedez, és ez segít hozzá a mély megértéshez. Mindig az élet mélységét érintő kérdések foglalkoztatják. Gyakran fordulnak hozzá tanácsért, mivel a kisugárzásában benne van, hogy érzékenyen érinti legkülönfélébb emberi problémák, amire igyekszik mindig megfelelő megoldást találni. Mivel objektív tud maradni a problémákkal szemben, ezért mindig megfelelő tanácsot tud adni a hozzáfordulóknak. Olyan eszmék vezérlik az életét, amik emberek millióinak életét változtatják meg örökre. Az emberek felé teljesített szolgálat az egyik alapeszméje az életének. Képes háttérbe szorítani a saját akaratát és egyéni érdekeit annak érdekében, hogy mások életén segíthessen. Ezt az erőt úgy tudja használni, hogy nem csak egyénileg segít, hanem tömegesen jutatja el segítséget az emberekhez, így csodákra képes. Azért született, hogy az emberek lelki fejlődését olyan szintre emelje, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, élve együttműködni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mestercoacht, hogy jöjjön és tartsa meg a mai bemutató előadást.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném megkérdezni, hogy mennyire vagytok elégedettek azzal, amivel, ami jelenleg a világban van, amifelé haladunk, stb. Stb. Nyilván nem a stb. A kérdés. Mi baj van a világgal? Tessék? Maszkabál. Azt hiszik, hogy farsang van, mert már fél éve mi? Lassan. Hát elég érdekes világban vagyunk, nem? Ugye most nekünk volt egy szemináriumunk, és ott hallottam egy gondolatot, talán kezdeném is ezzel a gondolattal így belecsapva a közepébe igazából, és akkor majd meglátjuk, hogy mi fog itt történni ezzel kapcsolatban. Ugye volt egy olyan mondat, hogy élni a sorsodat, meg van írva a sorsod. Ugye ezt tanítják az embereknek, hogy meg van írva a sorsa. Na akkor nézzük meg, hogy mi van megírva, jó? Tisztázzuk ezt a kérdést, mert tényleg ezt tanítják, hogy az embernek meg van írva a sorsa. Tehát az ember mielőtt leszületik, mi születik le? Hát a lélek. De az nem azt jelenti, hogy a lélek leszületik, úgy értve, hogy akkor születik meg a lélek, nem. Hanem beszületik, beszáll egy testbe, de ezt akkor tudja megcsinálni, mikor az a test már kibújt az édesanyja a pocakjába. De lejön a lélek akkor, amikor megfogan az illető. Tehát most gondoljátok végig, akkor milyen összeköttetés van minden és minden között, hogy egy nő megfogan, erről rögtön a értesítést kapnak, és abban a pillanatban már jön is le a lélek. Érted? Akkor gondold végig, ez milyen kapcsolat? És akkor az emberek ilyen naívak ebben kapcsolatban, hogy hú, de mi milyen szuper fejlettek vagyunk mi emberek, vagy naívak avval kapcsolatban, hogy hogy is történik ez az egész. Hát gondolj bele, hogy micsoda kommunikáció van, amikor gyakorlatilag a testben ugye megfogan a gyerek, tehát ugye megtalálja ugye a petesejtet, az ondósejt, érted? És gyakorlatilag abban a pillanatban, amikor megfogant a nő, már jön is le a lélek. Gondold végig, hogy ez mit jelent? Tehát gyakorlatilag arról az anya lelke értesítést küld, hogy hamarosan történik a megfoganás, hiszen megtörtént egy közösülés. Érted? Tehát hihetetlen dolgokat csinálnak a fentiek, csak az emberek erről nem tudnak semmit. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a megfoganással, tehát a fogantatással lejön a lélek, de már előtte ki van törölve a tudása annak a léleknek. És ha törölnek egy tudást, akkor marad a tiszta szeretet. És gondold végig, tehát menjünk egy kicsit visszafelé, ugye az időben, távolabb tőlünk,
Tehát mielőtt törölték ugye azt a tudást, már eldőlt, hogy hova fog leszületni valaki. Érted? Melyik családba fog leszületni. És ha most nagyon mennénk vissza az időben, akkor annak a léleknek volt egy előző élete. Az előző élet alapján, ugye én most a legtöbb esetről beszélek, nem a kivételekről, a legtöbb esetben. Úgy történt ugye, hogy az előző élet alapján meg van nézve, megnézte a lélek, ugye az előző élet visszajátszásánál, megnézte a lélek, ugye tudjuk, hogy vagy nem tudjuk, hogy minden rögzül onnantól, hogy megfogant ugye az ember, és odáig, hogy meghalt. És utána még van rögzülés, addig még nem hagyja ezt a földet. Tehát a föld bolygót. Tehát gyakorlatilag minden rögzítve van az előző életben is. És akkor képzeld el, mivel visszanézi az előző életét a két létközi állapotban a lélek, ezért látja azt, hogy mit rontott el, látja azt, hogy mit kellett volna másként csinálnia, látja azt, hogy mit mulasztott el, stb. Látja azt, hogy mit nem hozott rendbe. És akkor bevállalja a lélek, még ebben a tudatállapotban, hogy ezeket kijavítja a következő életében. És ugye ez a halál után történik, az előző életi halál után, hogy bevállalja, majd amikor elhatározza a lélek, hogy újra születik, akkor jön az a rész, hogy hova szülessen be, hiszen már elhatározta, hogy neki mit kell kijavítani, mit kell helyrehozni, mit kell megcsinálni. És gondold végig, hogy ez a fajta bevállalás, ez mit eredményez? Ez nem azt eredményezi, hogy minden előre borítékolva van, ami veled történni fog az életedben. Nincs. Tudod, mi van borítékolva? Azt, amit neked meg kell élned. Érted? Tehát amit meg kell élned, annak alapján, amit az előző életedben elrontottál. Világos ez? Vagy elmulasztottál? Rendben? Meg kell élned. Ugye megéled ebben az életben, attól függ az emberek szenvedése, hogy hányszor élik meg ugyanazt. Ha hajlandó tanulni, fejlődni, akkor hamar átlátja, hogy hát de ugyanazt a hibát követem el, mint eddig, mint az előzőleg, majd utána nem követi el, mert tanul belőle. Ha képes fejlődni, akkor gyorsan átlátja, hogy hát ezeket a hibákat nem kell elkövetnem, megcsinálom, kijavítom, rendbe hozom, és akkor tudod, mi lesz? Élhet a saját döntése alapján. Érted? Tehát még egyszer mondom. Élhet a saját döntései alapján. Ha képes arra, hogy kijavítsa azokat a dolgokat, amit az előző életéből hozott. És akkor ugye most mondhatod, de hát így most ez ellentétben van azzal,
amit szoktam mondani, hogy 21 éves kortól nincs karma. Tudod, miért mondom ezt, hogy nincs karma? Mert 21 éves korig meg kell élned azokat a dolgokat, 21 éves kortól, pedig annak alapján, amit megéltél, létrehozod. Ismételten és ismételten és ismételten. Tehát az már nem hozott az előző életből, hanem általad ebben az életben létrehozott. Világos? Óriási különbség, hogy te az előző életből hozol megéléseket, amit megélsz, vagy te hozod létre már. Tehát ugye tudjátok, hogy azért vállalunk olyan családot, azért születtünk olyan családba, ahova születtünk, hogy olyanná váljunk, aki létrehozza azokat a helyzeteket, amit az előző élet alapján ki kell javítani. Világos ez? Ezért választottad azt a családot, ahova beszülettél, hogy képessé válj arra, hogy létrehozd a hibákat. Világos ez? Te létre is hozod a hibákat. Ha hibázol, egy kérdés van, tanulsz belőle vagy nem? Ha nem tanulsz, ugyanazt a hibát létrehozod másodszor is, abból se tanulsz, harmadszor is, negyedszer is, és addig, ameddig létrehozod a hibákat, akármilyen hihetetlen, a szabad akarat az csak egy látszat. Tudod, mi a szabad akarat olyankor, mikor létrehozod a hibákat? Pont ez, hogy te nem akarsz tanulni, és megoldását. És azokat a problémákat éli, amit az előző életében létrehozott. Érted? És megtanulta létrehozni ebbe az életébe is, mert olyan gyerekkora volt. Világos ez? És az emberek nagy része olyan életet él, hogy gyakorlatilag folyamatosan hibázik, mert nem tanul belőle. Tehát amikor azt tanulják, hogy szabadság, az azt jelenti, hogy valóban lesz-e ebben az életedben szabad akaratod. Vagy csak hiszed azt, hogy van. Érted? Tehát amikor az ember problémákat halmoz, vagy görget maga előtt, akkor nincs szabad akarat. De mégiscsak van, mert te problémázni akarsz. Érted? Nem megoldásokat akarsz, nem megelőzéseket akarsz, nem. Hanem nem akarsz tanulni, nem akarsz fejlődni. És a problémát létrehozod egyiket a másik után. Ez a szabad akaratod. Érted? És ha megnézed, azt gondolod, hogy a gazdagok szabadok. Több problémájuk van, mint neked. Basszus kulcs. Érted? Több problémájuk van, mint neked a gazdagoknak. Minél gazdagabb, annál több problémájuk van. Tudod miért? Mert nincs meg a szabad akaratuk. Miért? Mert a saját hibázásaikból semmit sem tanulnak. Világos ez? Semmit. És hibát hibára halmoznak. Na most nézd meg, mit csinált Buddha. Egy gazdag ember volt. Egy nagyon gazdag ember. És mikor megvilágosodott, mit csinált? Na, mit csinált?
fölosztotta, megszabadult a vagyonától, fölosztotta a vagyonát. Érted? Tehát, ha az ember megvilágosodik, akkor nem elvon, hanem ad. Érted? És szerinted megvilágosodottak a gazdagok? Hát abszolút elvonók. Mindent elvonnak az emberektől, nézd meg. Amit csak lehet. Tehát amikor egy ember megvilágosodik, akkor már nem az a fontos neki, hogy elvonjon. Nem az a fontos, hogy ő gazdagodjon, érted? És ha van annyi bevétele, hogy akár a gazdagok sorába sorolható lenne, akkor is a vagyonát jó célra használja, érted? Tehát az emberekért teszi, mint régen, ha megnézed, mitől mondok példát, Széchenyi, stb. Stb. Érted? Mint ahogy régen csinálták a gazdagok, hogy az emberekért használták a vagyonukat, érted? De annyi volt a bevételük éves szinte, hogy nem tudták elkölteni, érted? De az emberek javát szolgálták a vagyonukkal. Most mutass egy gazdagot, aki ezt csinálja. A bolygón egyet. Hát még egyet se tudsz mutatni. Érted? Tehát gondold végig, hogy most mit jelent az a szabad akarat kérdés. Én tudom, hogy akik itt tanulnak, azok azért tanulnak, hogy a problémáikat megoldják, mert ugye követik ezt a célt. Nézzük meg, melyik célt. Ugye itt van egy olyan tudás, amit át kell adnunk az emberek számára. De nem csak tudás van, hanem lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tudásod az képességgé váljon. És ehhez adunk gyakorlási lehetőséget, hogy a tudásod az képesség legyen. Hogy hozzájuss az ember és az élet ismeretéhez. Hogy hozzájuss ahhoz, a tudáshoz és képességekhez, hogy képes legyél minden élethelyzetedet helyesen kezelni. A problémáidat megelőzni. Ha jön egy probléma, akkor képes legyél megoldani. Képes legyél célokat megvalósítani. És képes legyél másoknak ezekben segíteni. Ehhez átadjuk a tudást, hogy ezt meg tud csinálni. De ehhez az kell, ugye, hogy az ember tényleg ezeket csinálja az életében. Tehát tényleg egyre jobban kezeli az élethelyzeteit. Tényleg egyre inkább megelőzze a problémáit. Tényleg, ha jön egy probléma, akkor képes legyen megoldani, egyre inkább képes legyen megoldani. Egyre képesebb legyen a célokat megvalósítani. És ez akkor fog működni, ha ezt a tudást, amit már tudsz, meggyőződtél arról, hogy működik, akkor ajánld másoknak. Érted? Mert akkor lesz kerek az egész. Kerek, érted? Nem ilyen hiányzik belőle a cikke, jó nagy cikke, érted? És nem kerek az egész. Tehát akkor tudsz szabaddá válni, ha szabad akaratod lesz. Érted? És nem abban van szabad akaratod, hogy tanuljak, fejlődjek,
vagy problémázzak. Mert a legtöbb embernek ebben van szabad akarata. Oké? Tehát kapott az emberiség egy olyan lehetőséget, hogy soha nem volt ilyen a történelemben a Földön, ugye legalábbis a mi emberi korszakunkban, hogy tömegesen szellemileg és lelkileg fejlődjenek az emberek. És nem kismértékben, hanem felfejlődjenek egy igen magas lelki szintre. A lelki fejlődést megelőzi a szellemi fejlődés. És a szellemi fejlődés átmegy lelki fejlődésbe. Ez általában akkor megy át lelki fejlődésbe, ha már van csapatod. Addig inkább csak szellemi fejlődésről beszélhetünk. Ugyanis lelki fejlődést be nem kerülhet be az ember négyes lelki szintre. Tehát szellemi fejlődést elérhet az ember úgy, hogy tanul az ember, és a hármas lelki szintig eljuttat a szellemi fejlődés. De az még igaz, hogy egy magasabb lelki szint, mint az egyes, kettes, de nem lelki fejlődésből jutottál oda, hanem szellemi fejlődésből. És ahhoz, hogy eléri az ember a négyes, ötös, hatos, vagy akár majd a hetes lelki szintet, na ahhoz már lelki fejlődés kell. Nem lehet úgy létrehozni csapatot, hogyha te önző vagy. Érted? Ez nem egy olyan fajta működés, mint mondjuk egy munkahelyen, hogy valaki elvégzett valami egyetemet, ahol még a vezetést is tanították neki, azt fogják és behelyezik egy munkakörbe, ahol, mit tudom én, 100 embert fog irányítani. Nem közvetlen módon, mert ugye alatta lesznek olyan emberek, akik szintén vezetők, csak alacsonyabb beosztásban. De az igazából egy olyan vezetés, ahol az emberek szükségből vannak azon a munkahelyen. Érted? Itt te nem szükségből vagy. Egész más a helyzet, érted? Te azért vagy itt, hogy fejlődj. És remélem azért is, hogy ebben másoknak is a segítségére legyél. Tehát itt te nem kapsz egy csapatot, akármilyen egyetemi diplomád van, meg akár mekkora vezetői képesítésed van, itt nem fogsz kapni egy csapatot. Te csak akkor fogsz kínálni a színpadon, úgy, mint vezető, hogyha neked saját csapatod van, amit te hoztál létre. És ez, tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy akkor tudod ezt megcsinálni, hogyha képes vagy a szellemi fejlődésedet lelki fejlődésé átfordítani. Ahol nem magatokért teszed a dolgodat, vagy magadért teszed a dolgodat, vagy a családodért, hanem ez úgy működik, hogyha emberekért teszed a dolgodat, akkor a családod sem fog rosszul járni. Meg te sem. Világos ez? Én tudom, hogy ez sok embernek nehéz. Mert egócentrikusak az emberek. Ugye az egóba még belefér a család, aztán ugye azon túlmenően már elég nehéz. Tehát, hogyha gondolkodsz, akkor tudsz szabad akaratot elérni az életedben,
hogyha képes vagy ezt a fajta gondolkodást váltani. Hogy képes vagy arra, hogy az emberekért tegyél, és tudod azt, vagy tudnod kell ebből azt, mert ez egy következmény, hogyha az emberekért teszel, akkor a te sem jársz rosszul, meg a családod sem jár rosszul. Világos ez? Én ezt az elvet elkezdtem 91-től. Tehát valahogy ez az elv megnyilvánult bennem, és onnantól kezdve én 91-től úgy működöm, hogyha én olyan dologgal foglalkozom, amelyikkel emberek javát szolgálom, mondom szolgálom, akkor én sem, meg a családom sem fog rosszul járni. Világos ez? És ez működik, baromi jól működik. Tehát, ha erre képes vagy, hogy válts gondolkodást, érted? Akkor képessé válsz arra, hogy létrehozz egy csapatot. És ahogy létrehozol csapatot, azt fogod észrevenni, hogy hoppá, ha lelkileg is fejlődök, nem csak szellemileg. És azt is észre fogod venni, hogy mivel az emberekhez szükség van tudásra. Ezért nem lesz elégséges a tudásod. Bármilyen tudásod volt eddig. Azt a tudást folyamatosan fejlesztened kell. Nyilván elsősorban az itt tanultak alapján. És azt fogod észrevenni, hogy mivel kénytelen vagy, mert rákényszeríted magad arra, hogy a tudást használd, mert ott vannak az embereid, és más nem, akkor az embereid leköröznek téged. És az nem biztos, hogy neked jó érzés lesz, hogy az embereid leköröznek. Akkor mit fogsz csinálni? Azt fogod csinálni, hogy fejleszted magad, részt veszel a képzéseken, tanulsz, ránézel az emberek életére, segítesz nekik bennük. Hát ez úgy működik, hogy segítesz az embereknek, és kapod a megoldást, érted? Magadért nem fogod kapni. Tudod miért? Mert a magad problémáját meg kell szenvedned. Tehát te arra kapsz tudást, hogy másoknak segíts majd. De arra nem, hogy magadnak segíts. Érted? Mert azért nem kapsz rá tudást, hogy magadnak segíts, mert azokat bevállaltad, azokat a problémákat. Világos ez? De mások problémáját nem vállaltad be. Azt ő vállalta be. Érted? És ha te segíteni akarsz önzetlenül, akkor csak azt fogod észrevenni, hogy olyan dolgokat kezdesz el mondani annak az illetőnek, vagy illetőknek, érted, amit még nem is hallottál. Mert arra kapsz tudást, hogy segíts. Érted? De arra, hogy magadon segíts, arra nem fogsz. Mert azt te bevállaltad, hogy megéled. Érted? Tehát magadnak azt ki kell szenvedned, azt a helyzetet, érted? És meg kell élned végig azt a helyzetet, és a szenvedések fogják kihozni belőled azt, hogy azt megold. Ha kihozzák. Sok emberből még a szenvedés se hozza ki, hanem újból és újból elköveti ugyanazt és ugyanazt, és semmit nem tanul a saját életéből, a saját problémáiból, a saját szenvedéséből se tanul. Ráfogja a véletlenre. Ha
elkezded azt, amiket most elmondtam, akkor azt fogod észrevenni, hogy egyre könnyebb az életed. És azt fogod észrevenni, hogy nem kényszerítenek már rád vállalt dolgok, szenvedést, érted? Mert már azokat rendbe raktad, már azt tudod, az már nem probléma megoldani egy olyan helyzetet, érted? És gyakorlatilag amit karmát hoztál, azokat le tudod pakolni, mert már mindet meg tudod oldani. Nincs egy se, amit ne tudnál megoldani. Érted? Tehát már nincs olyan, hogy probléma, csak feladat. Érted? És észreveszed ezeket? Na, onnantól jön az, hogy a szabad akarat teljes egészében tud érvényesülni. Érted? De a szabad akarat azt jelenti, hogy visszaélni nem lehet vele. Mert rögtön kapod a jelzést a visszaélésre. Érted? És az nem lesz jó neked. De semmi gond, mert rögtön kapod, és rögtön tudod belőle, hogy mit kellene másként csinálni most. Nem régen, vagy majd a jövőben. Most. Na most gondold végig, hogy milyen lehetőséged van arra, hogy ezeket, amit most elmondtam, máshol megéld. Semmi. Nulla. Érted? Tehát nulla. Tehát nem véletlenül nekünk van meg adatva az, hogy előkészítsük teljes egészében az aranykort. Érted? Mások ebbe a kérdésbe besegítenek, de ha mi azt mondjuk holnap, hogy jó, akkor nem csinálunk semmit, itt nem lesz aranykor, az biztos. Érted? Tehát nálunk megvan minden adva arra, ahhoz, hogy aranykor lehessen a jövőben. Ha még valami nincs megadva, akkor meg lesz adva. Érted? De máshol egy helyen nincs meg. Tehát most gondolj bele, te azt gondoltad, hogy szabad akarat. Tehát a sorsa annak van megírva, akinek nincs megadatva a szabad akarat. Nem tudom, értitek ennek alapján. Tehát ő magyarul az előző életei, vagy életének a problémáit cipeli ebben az életében, és képtelen a megoldásra. Érted? És a szabad akarata az, hogy ő nem hajlandó fejlődni. Érthető? Hát ha valaki nem hajlandó fejlődni, ne sajnáld. Hadd szenvedjen. Érted? Ugye ezt mi úgy szoktuk mondani, hogy neki még ezt meg kell élnie. Oké? Okay? Na most kérdés az, hogy szeretnél-e tényleg ezt szabad akaratot? Tehát nem tudom, ugye tusekék tőletek kérdezem, hogy mennyire tetszik az, hogy már elég jó szabad akaratot kaptok. Nagyon. Nagyon. Hát egy kis hangot tuseknek adjunk. Tusek. Nagyon szeretünk, nagyon szeretünk így élni. És ez mennyivel jobb, Ibolya, mennyivel jobb ez, mint volt? Elég az az egy nektek. Ja.
sokkal. Tehát ez összehasonlíthatatlan. Jó, és ne a szabad akaratot ne úgy keresd, hogy mondjuk már van két embered. Én visszaemlékszem, hogy még az nem azzal jár. Érted? De még a négy ember sem szabad akarat. Még nem jár. Csapat. Tehát csapat. Érted? Tehát minél nagyobb csapatod lesz, annál inkább van lehetőséged a fejlődésre. És annál könnyebben oldod meg a saját dolgaidat. Érted? És onnantól kezdve azt fogod látni, hogy már nem kapsz problémákat. Vagy egyre kisebb problémák vannak, amit egyre könnyebben és könnyebben megoldasz. És a szabad akarat az, hogy te választásod alapján teszed a dolgodat. Érted? És a szabad akarat az, hogy nem kell problémákat megélned. És ha van egy probléma, akkor csak annyi, hogy fogod, pár napon belül megoldod azt. Ennyi. Nem probléma, nem feladat. Jó? Tanulsz belőle, amit kell, és megoldod a kérdést. Tehát ha te azt gondolod, hogy a sorsod meg van írva, akkor csak azon a szinten van megírva, hogy neked mit kell megélned. Világos ez? Tehát mondhatnánk azt, hogy kettős forgatókönyv van. Mert te bevállaltad a küldetésedet. És bevállaltad a megéléseidet. A megéléseid az egyik forgatókönyv, hogy végig az életedben azzal fogsz foglalkozni, hogy a megéléseidet ismételed. Az előző életben hozott problémákat ismételed. Ez az egyik forgatókönyv. A másik forgatókönyv, hogy az első forgatókönyvet minél hamarabb leteszed, meg tudod oldani azokat a helyzeteket, mindet egytől egyik, és el tudsz indulni a küldetesed irányába. Világos ez? Tehát addig, amíg óriási zsákokat cipelsz a hátadon, ami agyon, félig meddig agyon nyom, hogy akarsz haladni? Hát elég nehézkes, nem? Tehát nem le kell rakni a zsákot. Érted? Meg kell tanulni olyan módon működni, hogy ne kelljen zsákot cipelni. Érthető? Tehát ezt most képletesen nézzük, fordítsuk át. Kik foglalkoznak a Földön nagy zsákok cipelésébe? Akik mással nem tudnak. Világos? Csak nagy zsákok cipelésével tudnak foglalkozni. Na ugyanígy van az életünkben is. Azok cipelnek nagy zsákokat, nagy problémákat, akik nem tudnak másként élni. Érted? Mert nincs, nem, mondom, nem tudnak, nincs meg a tudásuk ahhoz, hogy másként éljenek. Értitek? Na most az, aki a valóságban zsákok cipeléséből él, és utálja, miért nem tanul meg valami olyan dolgot, ami nem a zsákok cipeléséről szól? Érted? Tehát ugyanígy az életünkben, amikor cipeljük a problémákat, hát az a szabad akarat, hogy megtanulod azt megoldani, vagy nem tanulod meg megoldani. Hát érdekesek ezek a dolgok, hogyha jobban megnézed. És akkor nézzük meg ennek a gyakorlati hasznát, jó? Tehát
Milyen gyakorlati haszna van, ha valaki itt tanul? Itt a gyakorlati haszon. Én úgy gondolom, hogy elég fontos, hogy az ember tudjon önmagával bánni. Nem? Tehát, például az egy önmagaddal való bánásmód, hogyha elhatározol valamit, képes legyél végig meg is valósítani. Érted? Te azt mondod, hogy jó, ezt elhatározom, és akkor véghez is viszed. Az is önmagával való bánásmód, hogy képes legyél az elhatározásra. Mert a legtöbb ember még erre se képes. Hogy elhatározzon valamit. Hogy akarsz az életedben bármit úgy csinálni, ahogy az neked jó legyen, ha képtelen vagy elhatározásra és megvalósításra? Elég fontos kérdés az is, hogy ha valakinek van párja, legyen is a jövőben is ugyanaz. Nem? Tehát ne csereszabatos legyen a párod, nem? Tudod, ez a lejárt a garancia és nem javítható. Igen, és tudod, hány, mennyi idő szokott lenni a garancia? Hát 1-2-3 év max. És akkor ugye legtöbb ember így éli az életét a párjával, hogy olyan, mintha ugye a párja az garanciás lenne. És akkor lejárt a garancia, akkor hát már nem javítható a készülék, kuka. Akkor nem javítható a pár, akkor kuka. Ugye a leghosszabb garancia az, ugye autóknál szokott lenni, az 10 év. Most már ilyen garanciák vannak, 10 év. Hát ugye általában a párkapcsolatokban is ugye ez a max 10 év. Jó, tehát ne ilyen legyen már egy párkapcsolat, hanem olyan, hogy a férfi na kutya kötelessége tudnia azt, hogy hogyan működnek a nők, ha van párja. Egy nőnek kutya kötelessége tudnia, hogy hogyan működnek a férfiak. Vagy jön a szenvedés. Már jókat fogtok közösen szenvedni. Biztos jó életcél a szenvedés. Már akinek? Szerintem a többségnek azért nem annyira. Tehát az, hogy egy ember tudjon bánni a párjával, elég fontos az életben, nem? Vagy nézzük meg, ott vannak a szülői kérdés. Hát eleve, amilyen lettél az életedben, az a szülő hozta létre. Érted? Tehát a szülőd hozta létre, vagy a szüleid hozták létre. Most gondold végig, hogyha emiatt elkezdesz haragudni rá, vagy rájuk, akkor már is hogyan bánsz a szüleiddel? Hát, hogy pozitívan nem a szót, biztos. Hát most gondold végig, amilyennél váltál felnőttként, azt mind a szüleidnek köszönheted. De ezért nem haragudhatsz rájuk. Tudod miért nem? Mert te választottad a szüleidet. Hoppá! Na most akkor onnantól kezdve, ha valakit kiválasztottál, nem haragudhatsz rájuk. Érted? Mert te választottad. Tehát eleve ott kezdődik, hogy a szülőnek bármit elkövetett a szülő veled szembe. Hát meg kellene tudni bocsájtani, nem? És erre van módszered?
Hát ha a PPA-s vagy, akkor igen. És egyébként? És az is fontos, hogy a jelenben jól tudjál vele bánni. Képzeljétek el, hogy én tudom, hogy én nekem azért kell most bizonyos helyzeteket megélnem édesanyámmal kapcsolatban, hogy azokat a dolgokat, amit ti fogtok megélni, abba konkrétan tapasztalatom legyen. Tényleg. Tudjátok, hogy mekkora tanítást tudnék ebben kapcsolatban átadni? Csak még ugye nem ez a téma. Vagy ott vannak a gyerekek. Most képzeld el, ugye bevállalta a gyereked, téged, meg a párodat. Gondold végig. Tehát ő abba a családba akart beszületni, ahova ugye beszületett. Nem kellene iparkodnod, hogy minél jobban, minél több tudás sod legyen, gyarapodjon a tudásod, és egyre jobban csináld a gyerekeddel a gyereknevelést, a gyerek kapcsolatot. Gondold végig. És ha itt tanulsz, akkor ez az életrész is megoldódik. Vagy ott vannak általában az emberek, más emberek. Aki nem a szülőd, nem a párod, nem a gyereked. Lehetnek rokonok, ismerősök, barátok. Nem jó lenne, hogyha az ember ezekkel is jól tudna bánni, ezekkel a mindenféle emberekkel? Velük inkább úgy mondanám. Érted? Tehát jól bánni az emberekkel. Ez is egy olyan terület, amit megkapsz itt, hogy képes legyél jól bánni az emberekkel. Aminek van egy alapfeltétele, hogy mennyire szereted az embereket. De ez nem egy állandó állapot, hanem az azt jelenti, hogy megoldható, meg lehet tanulni, hogy te képes legyél jobban és jobban és jobban szeretni az embereket. Méghozzá érdek nélkül. Érted? Mert az érdek szeretet az nem igazi, valós szeretet. Hát azt is, hogy az ember képes legyen jobban és jobban szeretni. Hát ahhoz el kell sajátítani ezt. És ezzel itt rendelkezünk. Ezzel a tudással. Vagy nézzük, hogy a munkád, bármi legyen is az a jelenbéli, vagy a jövőbéli munkád. Hogy a munkáddal jobban bánj. Tehát ez úgy működik, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a munkában milyen hangulatban veszel részt. Egyáltalán nem mindegy. Mert mivel a munkáddal hát elég jelentős időt töltesz, mondhatnánk, hogy talán a munkáddal töltesz a legtöbb időt hetente, az alváson kívül. Onnantól kezdve egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan bánsz a munkáddal. Tehát milyen a hozzáállásod a munkádhoz. Érted? Mennyire érzed jól magad abban, amit csinálsz? Mert ez rányomja a hangulatodra a bélyegét. Érted? Tehát ezt is meg kell tanulni, hogy képes legyen az ember a saját munkájával jobban bánni, és nyilván, hogyha mondjuk a munkád nem egy olyan, hogy életcél, akkor tudjál, képes legyél onnan bármikor, amikor szeretnél váltani. Vagy nézzük mondjuk, hogy képes legyél bánni a pénzzel.
Hát nagyon sok embert ismerek, akik nem tudnak bánni a pénzzel. Tehát bármekkora bevételük lehet, kifolyik a kezek közül. Ha kevés van, az is kifolyik, ha sok van, az is kifolyik. Tehát van egy mondás ezzel kapcsolatban, a pénz oda megy, ahol megbecsülik. Oké? A legtöbb embernek a neveltetéséből kifolyólag vannak pénzügyi gondjai felnőttként. Tehát ez ügyben rossz neveltetést kaptál. Rossz mintákat láttál. Nem arra tanítottak, amire kellett volna. Ez megint egy olyan terület, amit gyönyörűen meg lehet tanulni. És ha itt vagy, és itt tanulsz, akkor ezt is, mint az előzőeket is, megkapod. Vagy ott van, hogy jól bánj a környezeteddel. Hát a környezetünk beletartozik a bolygóig. Tehát a bolygóig, mert az is a környezetünk. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen életterünk van. És egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire vagyunk tisztában azokkal a dolgokkal, ami esetleg az életterünket csökkentik. Vagy hogyan tudunk élettért növelni. És akkor az ember ezt a tudást is megkapja. Vagy nézzük meg, az sem baj, hogyha az ember tud bánni a hatóságokkal. Nyilván eznek alapfeltétele az, hogy az ember etikus életet éljen és tartsa be a törvényeket. És legvégül ott van a tizedikként az Isteneddel vagy a Teremtőddel való helyes bánásmód. Ennek a kérdését is az ember képes itt megtanulni. Tehát kapsz 10 olyan területet, amit jól fogsz tudni kezelni. Hát ha ez a választásod, természetesen. Ha nem ez a választásod, akkor nyilván nem fogod megkapni. És sehol, máshol nem fogod megkapni. És ez nem nagy képűség, hanem ha nem hiszed, nézz körül. Meg lehet ezt a tudást kapni, nem tudom hány helyen, ha egyáltalán megtalálod azokat a helyeket. És ez mind milyen áron? Hát manapság óránként 330 forintért nem tanulhat sehol. Ettől kivétel az első hónap, ami 660 forint. Óránként. 30 órás havi képzéseink vannak, legalább. De egy fix összeg van egy hónapra, attól függetlenül, hogy az 4 vagy 5 hetes. Ez azt jelenti, hogy 19.700 forint az első hónap, a második hónaptól 9.800, akciósan, árgaranciával most. Ez azt jelenti, hogyha valaki elkezdi, akkor 3 évre kap árgaranciát. Tehát ennyiért sehol, máshol, semmilyen tudást nem kapsz. Tehát én nekem az egyik hobbim, ha így tetszik, hogy mire mi a megoldás. Érted? És hála Istennek, 2010 óta nem sikerült olyan problémát elém hozni, amire nincs megoldás. Érted? De hát nem azt mondom, hogy olyan probléma, ami majd a jövőben lesz, ami most van, amire nincs megoldás. Érted? Vagy esetleg olyan, ami volt, és arra ne lett volna megoldás.
Tehát ha jövőről beszélünk, akkor majd akkor kell a megoldás, amikor ott tartunk. Világos ez? Tehát lényeg az, hogy itt mindent megkaphatsz, ami ahhoz kell, hogy legyen egy szép élet itt a bolygón, beleértve a tiedet is. És ehhez az kell, hogy aranykor lehessen. És ha megnézzük, ennek az emberiségnek nincs más útja. Csak egy. Az aranykorba haladás, az aranykor felé haladás. Amit meg kell csinálni 2034-ig. Tehát ezen a bolygón 2034-ig aranykornak kell lennie. Nagy baj lenne, ha nem lenne. Ha ez nem valósul meg, nagy baj lenne. Ami azt jelenti, hogy az emberiség végét jelenteni. Teljes egészében úgy, hogy nem lenne következő, a Földön nem lenne következő emberiség. Ugye ezt nem szeretnétek? Én sem. Tehát én azt szeretném, hogy ez az emberiség képes legyen arra, hogy uralkodjon az elméjén. Érted? És ezt meg tudja csinálni az ember. Ami azt jelenti, hogy uralkodjon az ösztönein. Az értelmével uralkodjon az ösztönein. És az ember erre képes. Meg tudja csinálni. És ugye ez az iskola működik, amit földbolygónak hívnak, akkor lehet a megtévedt lelkeket helyes irányba indítani. Nem csak itt, hanem a világegyetemben mindenütt. Tehát nem babra megy a játék. Ez a játék, amiben benne vagyunk, ennek az a célja, hogy a megtévedt lelkeket helyes irányba fordítsa. És az a helyes irány mindig a szeretet, béke, boldogság. Mindig. És ez a küldetésünk, ez a feladatunk, ebbe veszel részt. Vagy ha még nem vagy tanulónk, akkor ebben tudsz részt venni. Egy csodálatos dolog, amit csinálunk, és mondhatjuk azt, hogy történelmet alkotunk. Egy új történelmet alkotunk. És gondold végig, majd későbbiekben mondhatod, hogy te ebben részt vettél. Amikor már létrejött. Te ott voltál a kezdeteknél. Érted? Ezt nem sokan fogják mondani, hogy ott lehettek a kezdeteknél. És majd fogják tőled kérdezni, és milyen volt a kezdet? Érted? Mert a többség az nem lesz a kezdeteknél. Mindig a kezdeteknél a kisebbség van. És akkor arról nem is beszélve, hogy ugye milyen segítségeket fogsz kapni föntről, mivel arra már nincs időm, így is 2 perccel már túlmentem, ezért ennyi fért bele a mai bemutató előadásba, és remélem egész nap jól éreztétek magatokat. Mindenkinek jó utat kívánok hazafelé, nagyon sok siker, szeretlek benneteket, sziasztok!
Találkozunk szerdán! Köszönjük szépen Szerdacsik Miklósnak az előadást. Még egy kis figyelmet kérünk tőletek. Magamról még annyit, civil foglalkozásom, rendőrleg kereskedem, amit végeztem, Gyuláról érkeztem, házasságban élek. Én a Nyílt Akadémiánál 5 éve kezdtem el a képzést, aminek nagyon örülök. Életem egyik legjobb befektetése volt, amikor a tandíjat befizettem. Befizettük, igen, javít a párom. Rengeteg fejlődésen, rengeteg felismerésen mentem keresztül. És az előadások által, először is az előadások által jöttem rá, hogy aki tartja a képzéseket, egy fantasztikus ember. Aki valóban azért van itt, miértünk az emberekért, hogy valóban el tudjuk hozni az aranykort, és ő megadja hozzá ezt a tudást. Bárki bármit mond, én azt mondom, akik most hallgatnak minket először, gyere el és hallgasd meg, gyere el, tanulj, tapasztald meg, hogy valóban ki is Szedlacsik Miklós. Ő egy olyan ember, aki tényleg, amit tanít, ő úgy él. Egy etikus ember. Nagyon sok minden változás volt az életünkben, minden téren. És én azt üzenem tényleg azoknak az embereknek, ne gondolkozz rajta, mert az idő telik, gyere és tanulj. Bartatusek János vagyok, eredendőleg vasesztergályos voltam. Gyuláról jöttem, a családi helyzetem. Kedves párom, Tuseknő Ibolya. A PPH-nál a tanulást pontosan az ilyen előadások miatt kezdtem el, amiket most itt az előbb hallhattunk szerintem, mert erről szerintem mindenki hallott már valahogy, de így nem, azt tuti. Ezt ilyen egyszerűen így levezetve, elmondva, hogy mit kéne ahhoz tenni, hogy ilyen életed lehessen, ezt úgy összeszokták bonyolítani, hogy te abból nem érted a felét se. Most megérted, hogy na, ezt csinálod, akkor ez lesz. Ha azt csinálod, akkor az lesz. Na, itt a megoldás. Ezt tudja, hogy reggel ezt az előadást visszahallgatom. Az biztos. Ezek az előadások és Szedlacsik Miklós személye és már ugye a felnövekvő vezetők adják azt az egész érzést, amit a PPH-n belül van, amit ad nekünk a PPH. Egy új életet, egy új életstílus, amiben olyan megoldások szerepelnek, amit holnap tudok használni otthon. Vagy holnap után, vagy bármikor tudom használni. Aki ne talán itt most, nagyon sok olyan történetet hallottunk mostanában, hogy egyszer csak feldobja ugye neki a YouTube-a Szedlacsik Miklós előadást, megnézést tetszik. Hát, hogyha most pont ilyen embereket találtunk megint, akkor azt tanácsolom, hogy sokat ne gondolkozz rajta, hiszen az egész, amit elvesztegethetsz, az mondjuk 30 óra idő, meg 20 ezer forint, aztán 20 ezer forintot, aztán másra is elszoktunk. Ni. Igen. Úgyhogy ez nem egy nagy befektetés, és rá fogsz jönni közben, hogy micsoda nagy dologba keveredtél ebben. Úgyhogy én azt tanácsolom, kezdjétek el bátran, és nézzétek meg, hogy mi az, amit itt találhattok. Köszönjük szépen. Amit még mondanék, hogy ugye felismerések kilettek oszva, azt meg tudjátok érni, hogy milyen dolgokat tapasztaltatok ma. A Szedlacsik Marian előszeretettel olvasgatja. Igen, a csóválja fejét hátul. Le kell adni a kitűzőket, bele abba a piros dobozba, ami nála van. Ezek után körbe fogunk állni, és egy kis örömzene hallgatás fog következni. A számlák, hogyha valakinek kell, akkor hátul megtalálja Mariannál. A kuka tetején? Jó, csak kuka tetején. Körbeállás után zenéket meghallgattuk, nem tapsolunk, mert szétmegy az energia. Hát itt a végén megragadnánk az alkalmat, hogy azt én sose tudom, hogy van, Ibolya. Tehát a bal kéz lefele,
a jobb kéz fölfele. A körbe... Fordítva. Ja, igen. Ja, igen. Igen. Igen, a körbeállásnál ez fontos. Nagyon szeretnénk megköszönni a... Jó. Szeretnénk megköszönni még egyszer Szedlacsik Miklósnak, hogy ezt a napot így nekünk megteremtette, hogy mi lehessünk a házigazdák. Úgy jöttünk ide, hogy jó sokat adhassunk nektek, ez sikerült is. És hát körbeállás után jó utat mindenkinek. Még annyit szeretnék mondani, hogy PPH klub lesz mindenek után. Használjátok ki az alkalmat, amíg ránk ér a Szedlacsik Miklós személyes beszélgetésekre. Mindenkinek köszönjük sok szépen. Sikert és jó utat hazafelé.